A falusi csokos kistelepülések jelentősen nagyobb támogatást kapnak 2024-től, mint korábban. Ezt eddig szabolcs vármegyében vármegyében igényelték a legtöbben. A számvoda bejelentése pedig egy újabb mérföldkő a térség ingatlan piaci helyzetének szempontjából. Ezzel nem csak Nyíregyháza, a környező kisebb települések is nagy fejlődés előtt állnak, állítják az ingatlan szakértők. Ezt korábbi kisebb beruházások is bebizonyították már ha az elmúlt hetek, hónapok történéseit vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy például Nyíregyháza kiemelt szerepet kapott a gazdaságpolitikában is, a napokban jelentettek be egy óriási beruházást, ami rengeteg munkahelyet teremt, és a környékbeli településekről is, vagy akár környékbeli régiókból is adott esetben nyíregyházára csábíthatja a munkavállalókat, és ezt látjuk az ingatlanárak alakulásában is, mert nyiregyházán például 128 kal emelkedtek a, az, az ingatlanárak, és már 544 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért, és a második helyen pedig nyírpazony található a Vármegyében, ahol 517 ezer az átlagos négyzetméter ár, és ez nagyon jól illeszkedik abba az országos trendbe, hogy a nagyvárosok, és elsősorban a nagyvárosok agglomerációi ingatlan értéke emelkedett a legnagyobb ütemben de más településeken is nagy az áremelkedés. Nyírteleken 177 kal 308 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, Kisvárdán 131 kal 362 ezer forintra nőttek az árak, Nyírbátorban 130 kal 258 ezer forintra, Máté Szalkán 139 kal 315 ezer forintra emelkedtek a lakó ingatlanok átlagos négyzetméter árai. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint minden energiaügyi beruházás az ingatlanok felértékelődéséhez vezetett. Az az egyszerű oka, hogy amikor egy több ezer új munkavállalót foglalkoztatni tudó üzem települ egy nagyvárosba, ott a lakhatásra Mutatkozó igények is jelentősen növekednek, és ez nem mindig tudja például lakásépítésekkel az adott környék vállalkozói rétegek kielégíteni, ezért a meglévő ingatlanok is jelentős felértékelődésen mehetnek keresztül. Jó példa erre például Debrecen, ami az elmúlt években mindig a magyarországi nagyvárosok középmezőnyébe tartozott az ár, árak szempontjából, és 2018 óta folyamatosan látjuk azokat a beruházásokat, amik az ingatlanpiacra is hatást gyakoroltak, és most már Debrecen általában ott van a dobogós helyezések között, amikor Magyarország legértékesebb, ingatlanpiaci szempontból legértékesebb nagyvárosait rangsoroljuk. Hasonló pályaiv látszik kibontakozni Nyíregyházán is. Ráadásul a nagy beruházások mellett az olyan helyi korszerűsítések, mint az infrastruktúra fejlesztés, tovább növelik az adott településen lakó komfortérzetét. Mindezeket összevetve a szakemberek úgy látják, az elmúlt években elindult agglomerációs boom a következő években sem fog megtorpanni.